2019-ben csak néhány szavazattal verte meg Petrovics Lászlót, Nagymaros korábbi független polgármesterét, a Fidesz-KDNP által támogatott Heinzinger Balázs. A Rétvári Bence választókerületébe tartozó település 2019-től igazán szép jövő elé nézhetett, hiszen egyrészt élvezhette a kormánypárti országgyűlési képviselő támogatását, és például olyan produkciók is mentek oda Vászról, mint a színházigazgatóval együtt távozó V4 Fesztivál. De valami történt most 2024-ben, hiszen a marosiak több mint kétszer annyian óhajtották visszakapni a már 2006-tól 2019-ig dolgozó független Petrovics Lászlót, mint a kormánypártok által támogatott Heinzinger Balázst. Ráadásul a Fidesz egyetlen képviselője sem jutott be a testületbe, ugyanis 8 független jelölt kapott ismét széket az 5000 feletti lakosú település önkormányzat testületében. Az okokat próbáljuk megtalálni Maravko Már képviselővel, aki 2019-ben és 2024-ben is a legtöbb szavazatot kapta Nagymaroson. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, jó estét kívánok! Jó estét, köszönöm, hogy itt lehetek! Önkéntes tűzoltó, nagymarosi önkéntes tűzoltó, ugye? Így van. Sok munkájuk volt szerdán a özönvíz alatt? Igen, sok. Meg nem álltunk. A vihar után elkezdtünk dolgozni, és fákat vágtunk a környékbe, Szoptól Nagymarosig, este 9-ig körülbelül. Ott olyan, annyira erős volt a légmozgás, mert itt Vácon kevésbé, és az okozta a problémát? Tehát a légmozgás? Igen, a légmozgást tépte meg. Víz is sok volt, a dömösi sziklákból megint lejött egy kisebb mennyiség, de azért a 12-es út járható maradt. Mi történt egyébként 2019-ben, amikor egy olyan stabil polgármester, mint a 2006-tól regnáló Petrovics Lászlót le tudta váltani a Fidesz által támogatott Heinzinger Balázs? Hogy sikerült ez neki egyébként? Nagyon szoros küzdelem volt, nagyon erős kampány volt. Valami 47 szavazat volt egyébként. Emlékeim szerint 37, de 37, igen, valami nagyságrendileg a szám az tényleg minimális. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó kampányt csinált akkor Heinzinger Balázs jelenlegi polgármester. Az alapján egy szép ígéretet kapott a város. Benne volt az is, hogy Petrovics László hosszú ideje polgármester volt, valamiféle változásra vágytak az emberek, és így sikerült szoros eredménnyel Balázsnak megnyerni. Akkor Heinzinger Balázsnak sikerült az embereit összeszedni? Tehát azokkal a képviselőkkel indult, akivel szeretett volna? Igen. Sok ember dolgozott benne, nagyon nagy energiákat tettek bele. Én ezt akkor annak idején a Petrovics László oldaláról nem éreztem annyira erősnek. Ő biztosan tartotta a várost hosszú évek óta, és szerintem úgy gondolta, hogy azok az eredmények, nem szerintem, hanem beszéltünk is erről, ő úgy gondolta, hogy azok az eredmények, amiket ő eddig az asztalra letett, az elégséges lesz elég, az, hogy így van. Megtartsa azt a széket, és azt mondja, hogy egyébként a kommunikációja volt elsősorban jól, és az ígéretek. Balázsnak, Heinzinger Balázsnak. Na, egyébként ezt azért is kérdezem, mert a kampány műsorát végignézem, amikor Heinzinger Balázst két oldalról támogatta, egyrészt Rétvári Bence, másrészt pedig Holik István, akinek ugye marosi kötődései vannak, ott nevelkedett. Akkor beszámolt például Rétvári Bence, hogy mennyi fejlesztés jött az elmúlt 5 évben Nagymarosra, és a végeredménye ennek valami 2,1 milliárd forint volt. Sok mindent felsorolt, strandfejlesztés, műfház felújítás, óvoda 34 millió, egészségház, templomfelújítás. Tehát azért ez első hallás egészen szép eredmények. Mi történt? Mitől vált akkor kevésbé hitelessé ez a fajta kurzus? Nem emiatt voltak szerintem a problémák. Bizonyos fejlesztések végigmentek, és a kampányban elhangzott összegeknek egy része pillanatnyilag jelenleg, illetve már valami hosszabb ideje ígéret szinten van. Tehát ígéret szinten maradt, és nem így van. A pénzek. Például milyen fejlesztések voltak ezek? Hát például az iskolai tornaterem nek a fejlesztése, ami szükséges, mert jelenleg a kevés az a kapacitás, amit a Nagymarosi Általános Iskola tornaterme be tud fogadni. Ez nem is gondolkodtam ezen, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni. Aztán rájöttem, hogy ha mellé teszem Petrovics Lászlónak a korábbi időszakát, nagyjából fejfeje mellett lehetett, mert Petrovics László is
olyan fejlesztési pénzeket tudott letenni, mint például az árvízi védrendszer. Így van, ez az ő időszakában készült el. És szerintem nem pénzben mérték a nagymarosiak ezt a választást, hanem abban mérték, hogy milyen hangulat volt korábban a városba. Volt egy nagyon erős kampánya Hentzinger Balázsnak. Nagyon erős kampány után az ígéreteknek a megvalósítása nem olyan ütembe ment, mint például én azt szívesen láttam volna tőle. Szerintem nagymarosiak nagy része ezt értékelte szavazatánál. Én úgy gondolom, a másik oldal viszont, hogy a jelenleg induló, vagy a jelenlegi választáson elindult polgármester jelöltek közül én Petrovics Lászlónál láttam olyan stratégiát letenni az asztalra, amit én jónak tartok, elfogadhatónak tartok. És megvalósíthatónak is? És megvalósíthatónak, mert nem olyan nagy léptékű, hogy nem álmok vannak benne, hanem olyan megvalósítható folyamatok, amire a városnak szüksége van. Nem csak ennek a... tehát ennek a többieknél stratégia jeleit nem... még nyomokba sem vettem észre. Városfejlesztés szempontjából. Ez azért furcsa, amit mond egyébként, mert azért Rétvári Bence azért elég tapasztalt politikus ebben, és tényleg rengeteg ígéret volt, meg rengeteg fejlesztés is ebben a dologban. Akkor ezek szerint a nagymarosiak annyira ezt nem érezték, vagy átláttak a szitán, és azt mondták, hogy hú, már egyszer láttuk, hogy mennyi ígéret jön, és abból csak kevés valósul. Képviselőként sem láttam ilyet, hogy elénk került volna, milyen irányba szeretné vinni a várost Hentzinger Balázs polgármester. Én úgy gondolom, hogy ő megtett mindent szíve szerint, tudása szerint, és nem kételkedem abba, hogy a legjobbat akarta ő is Nagymarosnak. Önkormányzati választások voltak. Tehát az önkormányzat részemről egy kormányzást jelent, ami irányba teszi a várost. Ehhez szükségesek a stratégiák, hosszú távú stratégiák. A város üzemeltetés az is önkormányzati feladat, de azt szerintem egy külön történet, azt egy osztály, egy menedzser meg tudja oldani. Ahhoz, hogy a város élhető legyen, ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy 5 év múlva hogy szeretnénk mondjuk parkolni, vagy lejutni a komphoz, vagy vásárolni, ahhoz kell tudni azokat az irányokat, mind pályázatokba, mind döntéseknél, tehát minden területen meg kell adni a támogatást az önkormányzatnak ahhoz, hogy elérjük azt a célt, amit mondjuk a közösség szeretne. Nyilván ezt a stratégiát, amit Petrovics László és csapata letett a választások előtt az asztalra, ezt a várossal egyeztetni kell, le kell ülni, bemutatni, átbeszélni. Biztos vagyok benne, hogy alakulni fog. Szerintem ez egy nagyon fontos pontja volt annak, hogy megnyerte a választást. Jobban hisznek a nagymarosiak akkor ennek ennek a programnak, mint a Hentzinger időszaknak. Azt hagyd kérdezzem már meg, hogy mennyire befolyásoltam, hogy az elmúlt 5 év megítélését, kétségtelenül a Covid időszak, ez 2 évet azért elvitt, és az energiaválság. A Covid időszak sok mindenben korlátozta az önkormányzatokat, viszont adott egy nagyfokú szabadságot szerintem. Milyen tekintetben? Például a polgármesternek, hogy nem kellett a képviselőtestülettel megvitatni döntéseket. Úgy gondolom, hogy abban az időszakban lehetett volna azokat az ígéreteket megvalósítani, amik a kampányban elhangzottak, vagy hát könnyebben átment volna sok minden. Viszont ez nem történt meg. Üzemelt a város, döntések születtek,
Ez inkább nem használt Heitzinger Balázsnak, mint használt volna az egyszemélyes döntés időszaka? Nem biztos, hogy jó döntéseket hozott, illetve a kommunikáció sem olyan volt abban az időszakban, amit a város szeretett volna, még a választások előtt, meg nyilván a választások után is hangot adott a város annak, hogy nyíltabb kommunikációt, ülésekről közvetítést szeretne, és az ülések közvetítése is még a mai napig nem igazán megoldott. Azt lehetett látni, hogy Petrovics László megnevezett 6 embert, akivel el tudná képzelni a város vezetését, együttonra dolgozni, ebben ön is benne volt, és ez a 6 ember mind bejutott. Heitzinger Balázs, a már említett Hollik és Rétvári Bence kampányrendezvény, ami a Művelődési Házba zajlott, ott 4 embert említettek meg, és ez a 4 ember meg fel is szólalt, akik egyébként Fidesz vagy KDNP logóval és KDNP logóval mentek neki a választásoknak, ennek ellenére, hogy már említettem, egy sem jutott be. Ez jelenti azt Nagymaroson, ahol elég nagy az identitás, hogy a marosiak egészen egyszerűen nem szeretnének logókat, vagy párt vezénylést a képviselőtestületbe, és inkább tényleg a függetleneket támogatták, vagy egész egyszerűen csak arról van szó, hogy a, nem tudom, amiket már mondott, hogy elfogyott a bizalom, az ígéretek nem valósultak meg. Úgy gondolom, hogy ilyen közösségi szinten értelmetlen párt logózni. Ismerjük egymást. Balázsral is egy utcában nőttünk föl, Petrovics Lászlóval is hosszú évek óta van kapcsolatunk, és mindenki tudja, hogy ki mire képes, mit tud letenni az asztalra. Nyilván az elmúlt 5 év alapján tapasztaltak szerint döntöttek a szavazók, látták, hogy milyen egy időszak Heitzinger Balázs alatt, tapasztalták, hogy Petrovics László időszakai alatt mik történtek, milyen a város. Ez döntötte el a választást. Nem számítottak a logók, nem a logók. Azt mondja, hogy a logó az most így nem számított. Ha tehát volt értelme behozni a Fidesz-KDNP támogatottságát, akkor máshonnan kérdezem meg. Ez hozott előnyt, jelentett előnyt mondjuk 2019-ben, amikor a Heitzinger Balázsnak sikerült váltani. Heitzinger Balázs 19-ben még függetlenként indult. Tudta mindenki, hogy milyen háttere van, kik vannak mögötte, kik támogatják, ezért mondom, hogy ez egy kis közösség. Nyilván akkor befolyásolta az is, hogy mondjuk a kormánypártok oldaláról lehet, hogy hozni fog. Tehát a nagyobb támogatást kap a város. Aztán most határozottan Fidesz színekbe indult el Heitzinger Balázs. A fideszes csapat így nem jutott be, viszont ha a listás szavazást nézzük, magasan megnyerte Fidesz a nagymarosi választást. Mármint, hogyha a megyei listát nézzük. Így van. Megyei igen. Listát. És hogyha ezt sok szempontból vizsgálhatja. Tehát tényleg működik úgy ez a választási logika, vagy ösztön a magyar választókban, hogy más az önkormányzati választás, másképpen döntenek az emberek, és abban a pillanatban, ha nem a helyi identitásról, a helyi kérdésekről van szó, akkor már a pártlogók azok, amik befolyásolják a döntést. Ezt így aláhúzhatjuk, hogy ön is így gondolja? Én így látom, hogy egy ilyen 5000-es településnél megvan az a személyes kapcsolat, ami alapján az ember véleményt tud mondani az induló képviselőről, vagy a polgármesterről. Én nem követtem végig a nagymarosi választásokat, megnéztem a választási műsort, megnéztem Heitzinger úrnak a kampány műsorát, ahol egyébként Heitzinger arról beszélt, hogy a saját hazámban kapta a legtöbb hátbaszúrást, ilyen nem volt Nagymaroson, eluralkodott bizonyos réteg folyamatos megjelenés, akik gyengítették azokat, akik szeretnének tenni a város. Tehát egyfajta ilyen, most nem akarom ráhúzni erre a kormányzati kommunikációt, de ilyen kicsit ilyen háborús kommunikáció jelent meg ebben. Másrészt nyilván Rétvári Bence a háború témáját is behozta a helyi választásokba, hiszen ott a kampányban erről nagyon sokat beszélt. Tehát valóban történt egy ilyen szétszakítottság, valóban egyfajta ellenségeskedés született a nagymarosiak között, vagy arról van szó egész egyszerűen, hogy a Fidesz behozta a központi kampányát és megpróbálta ráhúzni erre a közösségre? Nem, ez egy véletlen egybeesés szerintem sajnos, hogy a Fidesznek van egy háborús kampánya. Nagymaroson viszont évek óta
ment egy nagyon durva kommunikáció, amire a Balázs is célzott. Már sok ember foglalkozott a helyi ügyekkel, ami egy szerencsés történet, viszont többen nem megfelelő hangnemben, esetleg ilyen kicsavart információkkal, féligazságokkal. Ott inkább? Igen, igen. És ez nem volt jellemző korábban a közösségben? Egyáltalán nem volt jellemző. Ezt az 5 évet nagyjából végigkísérte. Én féltem tőle, hogy el is fogja venni az emberek kedvét a választáson történő indulásról. Tehát nem lesznek képviselőjelöltek, de ez nem így történt. Polgármesterjelöltekből is volt bőven, és így valahogy azért mégis hatott a Fidesz kampány a háborús, rá lehetett húzni a nagymarosi helyzetre. Hangnem eltorzulására, vagy így van, így van. Fele. És, bocsánat, igen. A szavazásnál valahol én szerintem a nyugodtságot próbálták keresni, legalábbis én úgy érzem, hogy ha azt reméltem, hogy felül tudunk emelkedni ezen az egész hangnemen, és nagyon jó volt, legalábbis én nem láttam a kampány időszakban olyan durva támadásokat, mint előtte. És örömmel láttam azt, hogy mindenki visszavett, és próbált tényleg békésebb hangnemmel megszólítani mindenkit, várva, hogy ez eredményt hoz. Reméljük, hogy ez így is marad akkor, Nagymaroson. Én nagyon szeretném, hogy egy nyugodtabb időszak következzen, mint eddig. Mire fognak számítani a következő 4,5 évben, ugye? Mert majd valahogy áprilisban 4,5 év múlva lesznek újba a helyhatósági választások, és egyébként meg amúgy is októberben fogják átvenni a megbízatásukat. Hát ön nem, mert ön jelenleg is ugye képviselő. De mire számítanak a következő 5 évben? Nem tartanak-e attól, hogy egész egyszerűen az történt, hogy nem a kormánypárt támogatottja, jelöltje, kapta meg a városvezetői széket, és az a fajta államirányt kifejtett lobby, amit Petrovics László már csinált és beszélt is róla, erről ugye azt mondta, hogy ő is ugyanúgy tudott pályázatokat behúzni, egyszerűen csak meg fog szűnni, azért, mert azt mondja a kormány, hogy hát nem a mi emberünk jutott be, és akkor bűnhődjetek. Tartanak ettől? Én nem éreztem azt, hogy különösebben jobb helyzetben lennénk kormánypárti polgármesterrel, mint előtte egy függetlennel. Tehát ha megnézem a támogatást, ugyanannyi jött be akkor is, mint más. Lehet, hogy lehet mutatni számokat, meg lehet kozmetikázni így, úgy, amúgy. Érezhető változás, nem jó irányba ment az utóbbi évekbe. A közutak állapota rettenetes, abban sokkal több fejlesztés kellett. Most sikerült utakat fejleszteni, de mégis a főbb belső útvonalak a városban rettenetes állapotban vannak. Ez pályázatokat várunk, dolgozott rajta Enzinger Balázs is, előtte Petrovics László is. Van ebben még munka bőven, reméljük, hogy a következő 5 évben ezen tudunk segíteni. Én nem félek a következő időszaktól. Ez a testület, én úgy látom, hogy nagy részt egységes. Lehet, hogy így, ha az előző testületben erősebb emberek ültek is, az, hogy ez a testület egységesen tud majd dönteni, hamarabb tud döntést hozni, és így időt nyer, életet nyer. Remélem, hogy a városnak hasznára lesz. Köszönöm szépen, hogy eljött és megosztotta velünk a tudását. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánunk az ön munkájában. Köszönöm szépen. Folytatjuk a műsort.